következő mesét Tolmájárné Borbély Zsuzsanna küldi neked a K&H Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! A vakon nadrágja. Volt egyszer egy földkupac. Ez a földkupac elkezdett ízegni, mozogni, mintha mancsa lenne. És bizony nem csak mancsa volt, hanem orra is. Na hát, hisz ez a vakond. Tessék, itt vagyok, kászálódott elő, és itt vannak a kincseim is, amiket mind a föld alatt találtam. Az üveggolyó szebb, mint a vasszög, de az üveggolyónál is jobban tetszik a tükör. A legjobban azt szeretném, ha lenne egy zsebes nadrágom. Abba jó sok minden beleférne. Vajon hogyan juthatnék egy szép zsebes nadrághoz? Kisegér, várj meg! Kisegér! Te az emberekkel laksz. Biztos tudod, hogy hol lehet nagy zsebes nadrágot kapni? Hihi, nadrágot? Kérdezte a kisegér. Olyasmivel én nem foglalkozom. Tudod, engem inkább a sajt érdekel. Nadrágokról nem tudok semmit. Pillangó, várj meg, szólt a vakond a pillangó után. Te berepülöd a világot, talán tudod, hol kaphatnék nagy zsebes nadrágot. Kérlek, ne szállj el. A vakond nézte, csak nézte az ellepbenő lepkét, aztán utána eredt. Ám útját keresztezte egy patak, locs. Tüsszentett a vakond. Még a végképp megfázom. Ejha, ki lármázik itt? Mérgelődött egy rák. De nem akartam rák, bácsi. Nem tudja, hol kaphatni zsebes nadrágot. Ejha, hozzál vásznat. Kiszabok neked egyet, no. De azért nem kell lármáznod. Kőről a partra úrott a vakond. Na hát, ámoldozott. Mire ugrottam, hisz ez elindult velem? Csiga, csigabika. A csiga megijedt, és bebújt a házába. Most mit csináljak? Ki tudja, látott-e már egyáltalán nadrágot? A nádirigó. Hogy ez eddig nem jutott eszembe? A csőrével ügyesen megfonja a fészkét. Biztosan tud nadrágot is varni. Varrok én, varrok, ígérte a nádirigó. De hozd el előbb a kiszabott vásznat. Jaj, sírdogált a vakond a földkupaca tetején. A rák kiszabná, a nádirigó megvarná a nadrágomat. De hát honnan kerítsek vásznot? Ekkor odahajolt hozzá egy kis virág a vakontúrás mellől. Ne sírj, kis vakond, segítek neked. A nevem Lenvirág. Ha minden kérésemet teljesíted, lesz nadrágod. Nézd, mennyi bogáncs, gyom nőtt körülöttem. Segíts, kérlek. Tépked ki a gyomot, hogy ne folytson meg. És az a sópogár tönkre teszik a leveleimet. Segíts rajtam, zavard el a bogarakat. Hurrá! Örvendezett a kis vakond. Lesz nadrágom! Kitépkedte a gyomot, elzavarta a bogarakat. Nagyon szomjas vagyok, sóhajtotta le. Segíts! Hozz nekem vizet, öntözd meg. A vakond hordta, csak hordta a vizet, és öntözött egész nyáron. Hát ez a telhetetlen palánk hernyú, mit keres itt? Nem mész a virágomtól, zavart el a vakond a hernyő. A len közben csak nőtt, növekedett. Egy szép napon így szólt. Érett vagyok már. Most elmondom, mit kell tenned, hogy zsebes nadrágod legyen. A vakot meghallgatta,
és utána hozzá is fogott. Először kihúzta a lenszárakat a földből, és kévébe kötötte. Kut-kut, hát te mit cipelsz? Csodálkozott a béka a tóparton. Megyek lentáztatni, felelte a vakont. Vászon készül belőle, hogy legyen nagy zseves nadrágom. Segítek neked, kutykori. Gyakran láttam már, hogyan csinálják. A vakond és a béka lenyomták a lent a víz alá, és követ gördítettek rá, hogy ott is maradjon. Amikor a len már jól teleszívta magát a vízzel, a vakond kivitte a partra. Most pedig szépen szárítkozz meg a napon, addig én pihenek egy csüppet. A vakond befeküdt a száradó lensátorba, és elnyomta az álom. Talán még most is aludna, ha föl nem ébreszti az órára szálló légy. Hűha! Ugrott fel ijedten a vakond. A lent már kiszedtem a földből, áztattam, megszárítottam, mondta magában. Most felnyalábolom, és elviszem a gólyához. A halastóhoz futott. Gólyakoma! Gólyakoma! Kiáltotta. Kellek, kellek! Csattogott a gólya a csőrével. Miért hívsz, kisvakon? Mi áradban vagy? Gólyakoma, légy szíves, tilold meg a lent. Kelep, kelep, és minek neked az a len? A lenből vászon lesz. A vászonból pedig nadrág, nagy zseves nadrág. Szóval, nadrágra kell, kelep, kelep. Szívesen segítek neked. Köszönöm, gólyakoma. Nincs mit, kelep, kelep, nincs mit. Most pedig irány a süni, gondolta a vakond, és körülnézett, hol lehet a süni. Süni! Süni! Sejthettem volna. Alszik, nem hall semmit. Süni! Sünikém! Ébredj! A sün lassan kinyitotta a szemét, de nyomban be is csukta. Mi történt? Süni! Drága sünikém, kérlelte a vakond. Engedd meg, hogy a tüskéiden gerebenezzem a megtilolt lent. Egy nadrágra való vásznat szeretnék belőle. A sün ásított egyet, ásított kettőt. Na gyere, de gyorsan intézd el, mert különben rögtön újra elnyom az álom. A vakon már is gerebenezte a lent a sün sűrű tüskéin. És mire elkészült, a süni újra elaludt. A kifésült lennen a vakont a pókokhoz sietett. Pókocskák, kérlek benneteket, vonjatok nekem fonalat a lemből. És mondd, minek néked az a len? A fonalból vászon lesz, a vászonból pedig nadrág. Szép, nagyzsebes nadrág. Rendben, segítünk neked, ígérték a pókok, és nekiláttak a fonásnak. Barátom, az volt ám a munka. A vakond alig győzte föltekerni az orsóra a szálat. Köszönöm, pókocskák! Szíves örömes segítettünk, aztán gyere majd el az új nadrágodban, hadd lássuk mi is. Az orsóval a vakond a tisztásra sietett. Áfonyák, édes, kék áfonyák! Vászonnak való fonalat hoztam, a vászonból nadrág készül, de nincs mivel megfestenem. Segítenétek megfesteni a fonalat? A sok kék áfonya fejecske bólogatott. Ugye fogtok segíteni? Nevetett fel a vakond, és megpörgette az orsót. Az áfonyák egymásnak adogatták a fonalat. Úgy ment a festés, mint a karikacsapás. A szarvasbogár vagdosta, a hangyák pedig elcipelték a fonalat. Tratatatam, tratatatam, kürtölte a Szent János bogár. Ha-hó, ha-hó, mindenki jöjjön ide, gyertek ide! Néhányan fűrésszel, mások baltával vágták a fát. Voltak, akik csapszöget illesztettek. Mit építenek a hangyák? Miért vágnak, fűrészelnek, szögelnek? Ide egy szög, oda egy ég, és már is készen áll a tisztáson a kis szövőszék,
ilyen szerkezeten készül a fonalból a vászon. A hangyák pedig szorgalmasan szőnek, csak szőnek. A hegedűk cinni-cinni, a nagy bőgök dum-dum-dum. Tücskök, bogarak zenélnek, fűben, fában, hogy jobban menjen a munka. Szövik a hangyák a vásznat. A vakond jókedvűen kiáltott fel. Milyen szép vászon! A vászomból nadrág lesz, zsebes nadrág. A hangyák fel alá futkostak és mondogatják. Mindjárt, vakond, mindjárt, mindjárt elkészül a vásznad. Hurrá! Megszőtték. A tisztáson egy szép vászondarab fekszik. A környék összes bogara oda sereglett, hogy megcsodálja. Volt is mit nézni. Még feltekerjük, ajánlották a hangyák a vakonnak. Úgy könnyebb lesz vinni. Nem is tudom, hogy köszönjem meg nektek, fordult a vakond a hangyákhoz, és vállára vette a vásznat. A hangyák búcsút intettek neki, a tücsök pedig rákezdett egy vidám nótára. Szaladt a vakond a rákhoz. Rák bácsi, hozom a nadrágnak való vásznat! Milyen szép, ámult el a rák. Nem is láttam még ilyet. Lemérte, és már szabta is. Zsebet is szeretnél rá? Kérdezte a vakondot. Jó, nagy zsebet tessék, vártni, kérte a vakond, hogy sok minden beleférjen. Meg lesz, felelt a rák, és kiszabott a vászomból egy jó nagy zsebre valót is. A kiszabott anyaggal irány a nádirigó. Amit ígértem, megtartom, fogadta a nádirigó a vakondot. Csűrébe vette a fonalat, és varni kezdett. Ő, te finom anyag, tapogatta. Hol vetted? Kérdezte. Kedves nádirigó, elmesélem töviről hegyire. A réten megnőtt a len. A békával áztattuk, a gólya megtilolta, a sün meggerebenezte, a pókok megfonták, az áfonyát megfestették, a hangyák megszőtték, a rák kiszabta. Neked pedig, kedves nádirigó, köszönöm, hogy megvartad. Itt a vége. Fuss el véle!